Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. Köszöntöm nézőinket, ismét a Túr Karcagon van, ezen Kamán Karcsival beszélgetünk, hiszen nagy az izgalom, perceken belül elindul a rajt. Hogy áll a verseny? Fantasztikus, 4 napon vagyunk túl, még 2 van hátra. Időjárás, hát attól függ, honnan nézzük, kedvez, hiszen vihar nincs, eddig megúsztuk a kert kivételével. Tegnap is az alföldi szakaszon, ugye a Hajdúszoboszlóig nagyon kemény forróság volt, de a versenyzők jól bírták ezt a szakaszt is. És hát volt magyar siker is, hiszen eddig magyar versenyző majdnem a céli szökésben volt. Sajnos a végén Dino Dani utolérte a mezőn, de ez is óriási, hogy az Eurosporton és a világon mindenhol látták, hogy van magyar kerékpársport. És ma pedig jön egy nagyon nehéz szakasz, több mint 180 km Karcagról Miskolcig, 130 Miskolcig, onnan még egy 50-es, hiszen felmegyünk a hegyre, átkerülünk a Bükkön, és visszatérünk Miskolc belvárosába, ott vár minket, amihez a legtöbb ezer ember, több ezer szurkoló. Izgulok, minden simán menjen, eddig is simán ment. A rendőrök elképesztő munkát végeznek, köszönjük nekik a hatalmas munkát, hiszen biztonságban tudja mezőny magát az országúton. És hát itt azért mondjuk el nézőinknek, hogy lesz egy látványrajt, és az igazi rajt az tulajdonképpen a körforgalom után indul. Igen, már látom, itt jönnek a huszárok, tavaly is előttünk mentek ki a körforgalomig, azért megvan az íze, köszönjük a városnak, hogy még erre is gondolt. Fantasztikus, hát ez is, az indulás is, sokan gyülekeznek itt a rajtnál, szerintem mi minden rendben van, köszönjük Karcag! Kovács Sándor képviselőről beszélgetünk itt a rajt előtt pár perccel, nagyon nézi a bicikliket is, értő szemmel nézegette, hogy most melyik milyen. Igazából nem, amatőr szemmel, gyönyörű, olyanok ezek a kerékpárok már, mint az ékszerek. Úgyhogy ha az ember tudja, hogy milyen anyaghasználat van, milyen technikai újdonságok, akkor ezek már maga a csoda, egy technikai csoda, és esztétikusan is szépek ezek a kerékpárok. Én azt gondolom, hogy a kerékpársport is már lassan egy műszaki sport lesz. Hát azt hiszem, hogy Karcag mindig arról nevezetes, hogy innen van a legnehezebb következő cél, most is a hegyre mennek. Így van, síkvidéken kezdik a versenyt, és a hegyek között fejezik be. Ez egy kemény nap lesz a versenyzőknek, úgyhogy éppen beszélgettünk a szervezőkkel, hogy itt lesznek majd hegyi sprintek is, aki a piros trikót megszerezheti. Nagyon kemény lesz a mai nap. Meleg lesz, emelkedők lesznek, de gondolom egy nagyon gyönyörű verseny lesz. Mert beszélgettünk arról, hogy régebben Karcagon is nagyon sokan kerékpároztak, versenyszerűen kerékpároztak, és lehet, hogy ezt jó lenne egyszerben, hogy visszahozni, hogy országos, akár diákolimpiát szervezik Karcagon. Tepesi Tibor igazgatóval beszélgettünk, itt mögöttünk érkeznek az aláíráshoz a versenyzők. Mindig nagy izgalom, megkönnyebbült egy kicsit, hogy minden rendben zajlott, időben ide érkezett mindenki, tehát aztán, hogy ez a legfontosabb ilyenkor. Én úgy gondolom, hogy sokadik éve, sokadik alkalommal tér vissza szerencsére, és reméljük ez hosszú ideig így is marad a Tour de Hongrie mezőnye Karcagra. Egy profi csapatról van szó, tehát igazából az idegeskedés az egy kicsit túlzott volt. Megfogalmazásban én szerintem teljesen profi módon érkeznek, készítik elő a versenyt, bonyolódik a mai szakasz is, úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon színvonalas és szép verseny a mai is. Az előbb ott a fiával beszélgettem, és mondta, hogy egy napra lehet, hogy most visszahozná a biciklizést az életébe, és képviselőről pedig arról beszélgettünk, hogy nem lehetetlen, hogy itt majd biciklis versenyek is lesznek. Biztos vagyok abban, hogy folytatódni fog a sorozat, hiszen hagyományai vannak már a karcagi kerékpárversenynek, a duatlon versenyeknek, a gyerekeknek tartott versenyeknek, de volt Karcagon két országos diákolimpiai döntő is kerékpárban, és folyamatosan tárgyalunk arról, hogy a következő években ezek a versenyek újra megrendezésre kerüljenek Karcagon. Felújítottuk ugye a kisújszállási utat, tehát várható, hogy azon a régi útszakaszon újra megrendezésre kerül majd az országos döntő. Dobos László polgármester úrral beszélgetünk itt. Elindult azóta a mezőny, már valószínűleg berek körül tartanak. Nagy látványos volt ez a start. Hát nagyon élvezetes és valóban látványos ennyi. Jó sportolót egy kupacban látni mindig jó érzés. Hát egy nagyon kemény szakasz vár rájuk, hosszában is. Elég tekintélyes, hogy a 180 kilométert kell megtenniük, és hát ott most már megjönnek a hegyek, ami egy külön megpróbáltatás ebben a melegben, de hát profi versenyzőkről van szó, biztos, hogy kiváló szakaszt láthatunk. És hát itt azért nagyon sokan jöttek, megnézték, tehát már itt előtt a készülődés is, hiszen nem minden nap láthatunk ilyet. Számomra is végtelenül látványos volt a
rajt előtti órákban végignézegetni a csapatoknak a készülődését. Buszokban a taktikai értekezletek zajlottak, nagyon profin szervezték meg az étkezésüket, külön szakácsaik vannak, tehát minden adott arra, hogy egy jó verseny kerekedjen a mai napon is. Műsor vezető mondta, hogy 6 kilónál nem lehet több a kerékpár, itt többen mondták, hogy nekik a saját kerékpárjuk is sokkal nehezebb ennél, tehát azt gondolom, hogy már a technika az szinte a 22. században tart. Hát azért ezeket a kerékpárokat nem lehet összehasonlítani a hétköznapi kerékpárokkal. Tehát, hogyha valaki a piacra jár vásárolni egy kerékpárral, az más kategória, mint egy ilyen országos körversenyt futni bárhol is, hiszen itt valóban a gépeknek a súlya is meghatározó, és hát közelről látni ezeket a csodákat is egy felemelő érzés, tehát ezek nem hétköznapi biciklik, ez nyilvánvaló. És hát szerencsére sok magyar induló is volt, ami szerintem külön öröm. Szurkolunk is nekik, egészen jól tartják magukat, ez a magyar kerékpársport fejlődését mutatja. Köszöntöm nézőnket, Kalocsai Lászlóval, a Nagykun Horgász Egyesület vezetőjével beszélgettünk, hiszen a nagykunsági kulturális napokhoz évtizedek óta hozzátartozik a horgászverseny is. Hányan neveztek a mai versenyre? Hát a mai versenyre 31 fő nevezett. Úgy reméltük, hogy talán többen lesznek, mint tavaly, mert tavaly 49-en voltak, de hát lehet ez a hosszú hétvége, vagy a nagy meleg is közre játszott, de végül is 31 fő nevezett, ebből két hölgy versenyző. De akkor azt gondolom, hogy a hölgyeknél nem lesz nagyon nagy a dobogóért a küzdelem, de azt hiszem, hogy azért igazándiból, akik itt vannak, beszélgettünk velük, nem is a fogás a lényeg, hanem inkább ez a sport szeretete, a hal szeretete. Így van, egyetértek én is velük, mert sokan ugye azt mondják, ugye, hogy hallottam a riportban is, hogy ők nem is eszik a halat, megfogja, visszaengedi, tehát sporthorgászok is vannak még azért. Beszéljünk egy picit arról, hogy a halak hogyan élték túl ezt a iszonyú hőséget a nyáron, tehát volt esetleg halpusztulás, vagy sikerült megakadályozni? Hál' Istennek nem volt halpusztulás, mert a nagykunsági vízgazdálkodási társulás, illetve a városgondnokság segített, hogy adott gépeket, és fel tudtuk tölteni a tavat, ugye van egy, ahogy látni is lehet, van egy levegőztető, de hál' Istennek ugye nem volt halpusztulás ebben a nagy melegben. Most a versenyre sikerült-e telepíteni? Igen, a verseny előtt pénteken lett Hatmázson nagyon szép pont beletelepítve a tóba. Ebből már láttunk is néhányat, amit ma ki is fogtak. Így van, de főleg úgy látom, hogy tükörpontjokat fogtak, holott nem csak tükörpont, hanem más, tehát tőpont, illetve nyurgapont is volt a telepített halak között. Egyébként idén volt-e valami rekordfogás? Hát gondolom azért csak jelzik a horgászok, hogyha nagy halat fognak. Tehát a harcsából fogtak, úgy hallottam már ilyen 11 kilósat fogott a múlt héten bácsi, aztán azelőtt már fogtak 15 kilósat, és benne hát akik harcsáznak, nem sokan harcsáznak, de sok harcsa van benne különben, tehát érdemes lenne megpróbálni, csak hát ugye arra kicsit több időt kell áldozni, meg inkább éjszaka, meg szerencse kérdése a horgászok, mint minden. Lesz-e most a évzáró horgászverseny, hiszen ilyenkor mindig a nagykunsági napokhoz kapcsolnak, de azért szokott lenni még egy záróverseny. Így van, tehát még lesz egy gyerekverseny, de mert azt is minden évben csinálunk a gyerek illetve ifjúsági verseny, meg a tavon horgászoknak lesz egy házi verseny, amely vándor sellegér fog menni. És hány tagja van most az Egyesületnek? Hát az Egyesületnek most hál' Istennek már ilyen 670 tagja van, tehát már több mint 70 fővel, több mint idáig volt. A gyerekek is, vagy 30 fővel, ők is olyan 140-150 körül vannak, tehát ők is már, vagy 20-30 fővel több tag van, mint tavaly volt. Köszöntöm nézőnket, a Szent Annai Középiskolában Gyökeres Sándor igazgatóra beszélgetünk, hiszen már a diákok számolják visszafelé a napokat, hamarosan becsöngetnek, de egy picit kezdjük a nyári gyakorlatról, hiszen nagyon fontos, hogy mindenki teljesítse, hiszen csak akkor léphet következő osztályba. Ez megtörtént? Jó napot kívánok! A nyári gyakorlatokat valamennyit hát tanulunk teljesítette, akinek ez követelmény volt. 78 tanulunk vett részt az iskola tanterületén, tangazdaságában a nyári gyakorlatokon, 18 tanár kollégánk látta el a szakmai irányítását a feladatoknak. Ezek elsősorban itt a tanterületi munkák, illetve különféle tantervben előírt szakmai feladatokból álltak. De mi van azokkal, akiknek esetleg valamiből pótvizsgázni kell? A nyári gyakorlatok miatt senkinek sem kellett gyakorlatilag semmilyen
pótlást csinálni, valamennyien részt vettek és teljesítették a gyakorlatokat. Javítóvizsga az augusztus 23-án lesz iskolánkban. Általában fölkészülten szoktak érkezni, én úgy gondolom, hogy azok a tanulók, akik ide kényszerültek, a nyarat hasznosan töltötték és fölkészültek rá. Reméljük, hogy így lesz, és akkor majd kiderül. Akkor beszéljünk egy picit a tanévkezdés előtti feladatokról, hiszen volt a lehetőség valami nagyobb felújításra, vagy inkább csak az általános karbantartásra? Azt mondhatom, hogy a tanévkezdésére iskolánk időarányosan fölkészült, tehát nyilván még minden feladatot nem végeztünk el. Három komoly feladat, vagy hát szükségessége van annak, hogy egy iskola működjön. Az egyik, hogy legyenek tanulók, legyenek tanárok, és legyen egy jól felépített, egészséges környezet, ahol tanulni tudnak. Én azt hiszem, mind a hármat sikerült iskolánknak biztosítani a tanévkezdéshez. A tanuló létszámunk a 9. évfolyamokban lehetővé teszi, hogy minden osztály induljon. Akiket hát el kellett utasítani, olyanok is voltak néhányan, mert nem teljesítették a felvételi követelményeket, de összességében véve valamennyi osztályunk indulni tud. A nyári felújítási munkákkal nagyon szépen haladt az intézmény, mind a konyha, mind a kollégium szobáit sikerült a tanévkezdéshez az egészséges és hát jó környezet, esztétikus környezet céljainak megfelelően kialakítani. Gyakorlatilag a nyári tanterületi munkákat is elvégeztük. A tanári létszámunkra nem hirdettünk több állást, mint általában szoktunk, nem is volt nagyobb mozgás a nevelőtestületben, mint általában, de valamennyi pedagógus álláshelyünket betöltöttük, ami azért is nagy szó, hiszen országosan tanárhiányról beszélnek. Nálunk egy-egy álláshelyre több jelentkező is van, tehát van lehetőségünk, volt lehetőségünk választani. Több mesterpedagógust is sikerült fölvenni a tanévkezdésre. Az érettségi vizsgáink is lezajlottak, azt hiszem, hogy nagyon szép eredménnyel, hiszen emelt szintű érettségizőink ketten is jelesre érettségiztek angolból, illetve fizikából, ami én úgy gondolom, hogy nagyon szép eredmény. A tanév kezdésére én úgy gondolom, hogy három nagy program van, amire készülünk. Ezek között az egyik egy energia hatékonysági program, amely keretében 400 millió forintot költhet el az iskola arra, hogy fejlessze az intézményben a különféle gázüzemű energiahordozókat kiváltsuk. Ez szintén ebben a tanévben fog megkezdődni és befejeződni, és ugyancsak erre a tanévre esik egy másik program, a GINOP pályázat, amely valamennyi szakgimnáziumot érinti az országban, de minket is ennek keretében egy nagyon komoly informatikai eszközbeszerzésre kerül majd sor. 56 darab számítógépet fogunk vásárolni, több egyéb eszközzel, szerver számítógépekkel, fénymásolókkal, amiket rendszerbe állít az iskola, és számos program szolgálja az, hogy csökkenjen a lemorzsolódás a szakmai képzésben résztvevő tanulóknál. A harmadik program pedig egy elektronikus tanulásirányító rendszernek a rendszerbeállítása, amely egyelőre még csak 8 tanulócsoportban indul kísérleti jelleggel, és egy év múlva én úgy gondolom, hogy már teljes energiával tudja csinálni az intézmény ezt az új rendszerű képzést. Köszöntöm nézőnket, Nagy Imrével beszélgetünk itt a sok-sok fizetés szerúz a tollak között. Beindult-e már a tanszervásárlási láz Karcagon? Hát még nálunk nem igazán jellemző, hogy olyan nagy érdeklődés lenne, szorványos. Tehát már jönnek, érdeklődnek, veszegetnek, hát általában, hogy érkeznek a bérek, a fizetések, és akkor mindenki egy kicsit, hogy ne egyszerre történjen meg ez a elég komoly összeg. Itt azért láttuk, hogy az alsós szülők általában listával érkeznek, tehát gondolom, hogy a tanítónénik próbálnak segíteni ebben. Hát igen, ez így igaz, ahogy említetted, már felkészülten jönnek, hogy amiket az alsósoknál a tanárnők a
leendő osztályfőnök kérnek, hogy azért ne legyenek itt ilyen nagy plusztúl költekedések, hogy egyfajta füzetből nagyobb mennyiségeket vásároljanak be, amiket későbbiekben nem kerül felhasználásra rögtön, tehát nagy. Itt én néztem az árakat, tehát úgy néztem, hogy egy ilyen 50-60 forintos füzetától akár a 260 forintosig is mehetnek ezek a hagyományos kockás és fonalas füzetek, az A5-ös méretűek is. Hát igen, mert itt is, ez éppen ahogy említettem az elején is, hogy ugye vannak ezek a Balatonfűzfői, a Fóti, és akkor ezen kívül vannak azok, amiket külföldről hoznak be. Ma már elég széles választékban kerülnek be az országba. És mi a jellemző, hogy inkább a szülők a drágábbat veszik meg, hiszen az akkor jobban bírja, vagy inkább az olcsóbbat, és akkor inkább többször, mert azok azért picit hamarabb elhasználódhatnak? Hát ez nem igazán lehet így egyöntetően megfogalmazni, hogy most például a füzetnél is, hogy a drágább a jobb. Itt amit észrevettek, és a szülők is, tehát a felhasználók, hogy például a margók. Tehát vannak egyes füzetek, amik olcsóbbak, tehát nem olyanok, és annak a margója, tehát nem látszik annyira. Tehát nagy különbségek a mintázatán van, a borításokon van, tehát ott, amíg drágább, ugye arra már nem nagyon kell külön borítót venni, külön fedni, mert az olyan minőségű, hogy azt már úgy lehet használni. És mennyire jellemző, hogy még hagyományosan csomagolnak a szülők, vagy inkább ezt a praktikus műanyagborítókat veszik, amit oda lehet hajtogatni gyorsan? Hát ez változó, ezt így nem lehet mondani. Kinek a hagyományos felel meg, van, aki nem akar akkor energiát fordítani, és ők nyilván azokat a füzeteket meg azokat választják, amikkel már nem kell küszködni, hogy így mondva. Gondolom, hogy azért a középiskolások is ott inkább az a jelző, hogy A4-es füzeteket vesznek, kevesebbet vesznek, tehát csak már nem nagyon szeretnek füzetbe írogatni, de a kötelezőt azért ők is megveszik. Hát a középiskolásoknál őnáluk már nagyon változó a választékuk, sokkal bővebb, meg vannak már ezek a dimenziós füzetek, tehát őnáluk, és ezek is már jobban, tehát őnáluk a szezon az inkább augusztus végés, szeptember eleje. Tehát ahogy elindulnak az iskolába, még akkor, hogy még tanárnő, meg még tanár milyen füzeteket, milyen spirálfüzeteket, milyen A4-es füzeteket kérnek, és őnáluk akkor indul be jobban. Tehát ez ilyen szeptember, tehát tanév kezdet után. Egy anyuka volt itt, aztán negyedikes gyereknek vásárolt, 14 000 forintot hagyott itt, tehát ő is néztük, hogy a több mindenből inkább a minőségűt vette meg, a drágábbat. Hát igen, már hosszú évek óta rájöttek a szülők is, hogy tulajdonképpen, mert itt említhetném a ceruzákat, de nem is akarok nagyon márka neveket említeni, hogy megveszik az olcsó ceruzát, és akkor elkezdik hegyezni, és akkor tulajdonképpen akkor fejezik be majdnem a hegyezést, mikor elkopott a ceruza. De most azért vannak a márkásabb termékek, ami viszont sokkal hosszabb ideig bírja. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták, riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!